Nos, mielőtt tovább megyünk a teljesebb bemutatóra, természetesen telepítenünk kellene ugye a GeneratePress uh, ingyenes verzióját kezdésképpen, úgyhogy kezdjünk is bele. Mint látod, ismételten csak egy teljesen alap uh, weblappal kezdünk, nincs rajta semmi extra, direkt a tanuló, illetve bemutató videók kedvéért. Szóval az első dolog, amit tennünk kell, az az, hogy belépünk magába a WordPress admin felületére, a megjelenés és sablonok menüre kattintunk, majd az új hozzáadása gombot használjuk, és befejezésképpen, ha esetleg így a kiemelt, listában nem lenne benne valamilyen oknál fogva, akkor ugye a keresőbe beírhatjuk, de mint látod a kiemelt listán GeneratePress nagyon gyakran bent szokott lenni, hiszen egy valóban közkedvelt és tiszta alapot képez a legtöbb weblap számára. Most még ezt telepít, addig elmondom, hogy a tiszta szóra úgy értettem, hogy a GeneratePress egy valóban a WordPress standardok alapján és egy nagyon-nagyon lepucolt és tiszta kód bázissal rendelkezik, így nem csak designereknek és építőknek, hanem konkrét fejlesztőknek is egy tökéletes alapot tud nyújtani. Nos, a telepítés megvolt, rákattintottam ugye a bekapcsolás gombra, így, mint látod, már is a GeneratePress sablonunk van bekapcsolt állapotában. Viszont, ahhoz, hogy egy teljes rálátást tudjak nyújtani a dolgokra, mindenképpen már most telepítem, viszont még nem aktiválom a GeneratePress Press Premium kiegészítőjét. Ehhez annyit kell tenned, hogy vagy fölmész ugye a GeneratePress-nek a főoldalára, vagy pedig az én általam kirakott partnerlinken keresztül uh, mész GeneratePress-hez tovább. Ez a kosárba fog téged uh, dobni, azzal nem szabad uh, foglalkozni. Csak így tudtam elérni, hogy működjön a 10%-os kuponkot pontosabban ezt a linket kaptam Tomtól. Ha fölmentél a GeneratePress oldalára, vagy az általam adott linkel, akkor onnantól fogva, ugye, vagy a Premium gombra kattintva vagy illetve a Get It now, tehát hogy a most megvásárolók, vagy ugye a linkemen, akkor ugye már eleve a kosárba, vagy a 10%-os kedvezménnyel a megvásárlást, amint elvégezted, onnantól fogva lesz lehetőséged a hozzáférésre, mind a letölthető prémium kiegészítőre, mind pedig a licenc kulcsodhoz amint ez megtörtént, már is megmutatom, tehát ez az a felület, ami fogadni fog ahhoz, hogy letölthető legyen, illetve a licenc kulcsodat is láthassad. Amint ez megvolt, visszamegyünk magára a WordPress weblapunkra, és itt a bővítményeknél az új hozzáadása lehetőséget fogjuk választani, majd a bővítmény feltöltése, kikeressük a bővítményünket, amit szeretnénk, ugye az előbb letöltött zip fájlt miután megvásároltuk, amint ez megvolt, a telepítés most gombra kattintva, ez telepítődni fög, telepítődni fog, számomra ez már telepítve van, csak azért nem csináltam meg, és bekapcsolható állapotba fog kerülni. A következő modulban viszont már praktikusabbak leszünk, és végigmegyünk az összes admin panel adta lehetőségeken, illetve bekapcsolom magát a GenetPress Premium kiegészítőt is, hogy meg tudjam mutatni az extrákat, amiket ez képvisel számodra, úgyhogy találkozunk a következő videóban.